Dr. Pirgel Csaba vagyok, a Zala-megyei Főügyészség sajtószóvivője. Egy zajki fiatalember idén nyáron a környéki erdőkben és a határban acélbombtemből készített csúszóhurkokat helyezett el a vadakjárta ösvényeken. Az egyik hurokkal sikerült megfognia egy 50 kg-os vadsüldőt. A szerencsétlenül járt állat a hurok szorításában megfulladt. A rapsic az elejtett vaddisznó combját és oldalasát hazavitte, s vacsorát főzött belőle. Az erdészetnek okozott kár 100 000 forint volt. A Nagykanizsai járási ügyészség orvadászat büntette és lopásvétsége miatt emelt vádat. Az ügyről részletesebben, bővebben az ügyészség honlapján olvashat.